Üdvözlöm Önöket újra a 700-as klubadásában. A Teremtő dosszié, a Krisztus dosszié, a Hit dosszié, ez pár könyv címe, amit Lee Strobel írt 30 év alatt a keresztény hitvédelmében. Amikor komplikációk léptek fel egy szívműtét során, Lee úgy gondolta, hogy Isten, akit negyed századon át védelmezett, elhagyta őt. A keresztény hitvédelmező és népszerű író Lee Strobel arra tette fel életét, hogy bebizonyítsa a keresztény állítások igazát. El sem tudta volna képzelni, hogy több mint 30 év után bármi megingathatná saját hitét. Aztán egy valószínűtlen egészségügyi probléma a halál szélére sodorta. Meglátta, milyen az élet Isten nélkül kétségbeesést éreztem, és azt, hogy ha Isten elhagyott engem, akkor igazából nincsen reménység. Meg voltam győződve arról, hogy Isten elfordult tőlem. Mindez akkor kezdődött, amikor Lee komplikációkat szenvedett el egy a szívében végrehajtott rutinbeavatkozás után. A vesélye kezdett leállni, ami az agyára is hatással volt. Egy idő után elkezdtem egyre irracionálisabban viselkedni. Mentálisan összezavarodtam. Kezdtem paranoiás lenni. Azt képzeltem, hogy a feleségem elhagy, a gyerekeim, a barátaim elhagynak. Ezek a szörnyű dolgok jártak az elmémben, de érzelmileg is átéltem, mintha valóban megtörténtek volna. Aztán még rosszabb lett, amikor allergiás reakciója lett egy olyan gyógyszertől, amit a hangszál problémájára szedett. Az állapota rosszabbodott. Az egyik élménye rendkívül élénk volt. Halucinálni kezdtem. Pokorra szálltam az elmémen belül. A szoba hideg, nyírkos és sötét lett. Démonokat kezdtem látni. Képtelen voltam mozogni. Felnéztem az órára, ami visszafelé járt. Azt éreztem, hogy már mindig így lesz, és nincsen menekvés. Nincs remény. Nincs megnyugvás. Ez lesz már örökké. Amikor érzelmi szinten idáig jut az ember, egyszerűen felemészti a félelem, a rettegés, az aggodalom. Bár csak azt mondhatnám, hogy az automatikus reakcióm az volt, hogy Istent keressem, de az igazság az, hogy épp ennek az ellenkezője volt. Azt hittem, Isten elhagyott, és többé nem vagyok a gyermeke, és nincs több kegyelem. A halucinációk elmúltak, de Lee egészsége és elme állapota tovább romlott. Néhány nap később felesége eszméletlenül talált rá. Amikor magamhoz tértem, ott volt egy orvos, aki rám nézett, és azt mondta, hogy egy lépésre vagyok a kómától, és két lépésre a haláltól. Lee nátrium szintje kritikusan alacsony szinten volt, és a vesélyi nagyon rossz állapotban voltak. Elkezdték a kezelést, de a felépülés időbe telt. Később fia bement hozzá, hogy együtt imádkozzanak. Én nem akartam imádkozni vele, mert még felépülőben voltam. Mentálisan még össze voltam zavarodva, olyan mértékben, hogy azt hittem, hogy Isten elhagyott. A fiam azt kérdezte, hogy ugye újra kapcsolatba akarok kerülni Istennel. Azt válaszoltam, hogy igen, és ez elindított egy olyan úton, aminek során lecsupaszított róla minden mesterkértséget, mint amikor az Isten jelenlétébe kerül az ember. Hiszen a hétköznapokban belekapaszkodunk az identitásunkba, apa vagyok, anya vagy sikeres ember, egy háztulajdonos, de ez az ima segített ezt levetkőznöm. Úgyhogy már nem férj voltam, apa, nagyapa, író, pásztor. Eljutottam arra a pontra, ahol már csak én voltam, és Isten. Ekkor csapott belém, hogy várjunk csak. Olyan benyomás alatt voltam, hogy elvesztettem mindent. És akkor mi van? Na és? Mi van, ha elvesztettem az összes pénzem, a szabadságom? Mi van, ha a barátaim leléptek? Végül is rájöttem, hogy ott van nekem Jézus Krisztus, és ő elég. Isten kegyelme elég nekem. Lee elvesztette az egyik veséjét, de Isten kegyelmének olyan megismerésére jutott, amit előtte el sem tudott képzelni. Új könyvében, a kegyelem dossziéban osztja meg tapasztalatait. Soha többé nem akarok visszamenni arra a szintre, ahol az ember találja ki, hogy milyen Isten. A kapcsolatom Istennel semmit sem érne az ő szeretete is kegyelme nélkül, amit nem érdemeltem ki. Ez nem járt nekem. És ha nem is tudnék semmit sem felmutatni, ha nem lennének a teljesítmények, a bankszámla, a család, az a sok csodálatos dolog, ami történt velem az elmúlt 30 évben, amióta keresztény vagyok, tudják mit? Ezek sem számítanak. Mert a lényeg az, ami a kereszten történt, hogy Isten kegyelmet adott a fiában. Jézusban.